Hölgyeim és uraim, a Kárpát-medence területén több értékfeltáró kollégium szervezőjeként kérem fel Lezsák Sándor urat, a Magyarországgyűlés alelnökét, a megtartó értékeink konferencia megnyitására. Tisztelt egybegyűltek! Amikor e mai napnak meghívója megfogalmazódott, akkor bizonyos volt bennünk, hogy nem a tisztelt hölgyek, urak megszólítás és nem SK aláírás lesz, hanem a több mint 1000 meghívót Závodján Magdolnával, Vénémet Zsolttal kézzel aláírjuk, mert érzékeltetni akartuk a személyességet, hogy igen, mindenkit külön nagy tisztelettel, megbecsüléssel hívunk. Én köszönöm azoknak, akik nincsenek itt, de jelezték, jelezni akarták, hogy hát ilyen falunap van, ilyen program van, ilyen elfoglaltság van, nem tudtak eljönni, de ennek ellenére nagyon örülök, hogy ilyen szép számban eljöttek, és itt vannak ma az értékek napján. Közös élményünk magad a bazilika, a püspök atya szentbeszéde, és ezt követően, ahogy a kosarat a termény áldásra vitték, valóban felemelő élmény volt, ahogy felolvasták a szöveget, hogy mi van a kosárban. Mindegyik, mint egy vers, mint egy szonett olyan volt, mert rend volt benne, rend a lelke mindennek, rend volt a kosárban is. Aztán, ez, hogy néztük, mint egy szonett koszorú, amit aztán megáldottak. A püspök atya, a református nagy tisztelet úr, az evangélikus lelkész. Élmény magad ez, és úgy gondolom, erőt ad ahhoz, hogy ez a törvény, amit 2012-ben az országgyűlés egyhangban fogadott el, hogy ez a törvény kiteljesedett, kiterebélyesedett, és ez önöknek köszönhető. Akik a helyi értéktárat megszervezték, akik ezen dolgoztak, akik gyűjtöttek, őriztek, bemutattak, kiállítottak, könyvet, füzetet, különféle kiadványokat szerkesztettek, önöknek köszönhető, hogy ez a törvény, ez a világon egyedülálló törvény, mert ehhez hasonló nincsen, ez a világon egyedülálló törvény mozgalommá változott, népi mozgalommá alakult, formálódott, és ez ennek van jövője, és ezért van jövője, mert úgy nem lenne, hogyha a minisztériumból kijelölnék ezt így, úgy, amúgy, és mert a kirakatot, az ország kirakatát nagyon gyorsan be lehet rendezni. Büszkék vagyunk a piramis csúcsán a legkiválóbb világszerte elismert értékekre. De ami ebben a gyönyörű Kárpát-medencében, a kis falvakban, nagyvárosokban, közösségekben jelen van, ettől lesz életerős ez a népi mozgalom. Mert szoktuk mondani, nincsen tehetségtelen gyermek, minden gyermekben van képesség, csak ki kell bontani, elő kell hívni. Ehhez kellenek a tehetséges pedagógusok, szülők, ehhez kell a tehetséges politika is, hogy helyzetet teremtsen. Olyan helyzetet, amiben az a gyermek ki tud bontakozni. Nincsen érték nélküli település. Minden településen van érték, múltjában, jelenében, vagy éppen az ott rejtőzködő jövőjében. És vannak értékes emberek, akik, ha helyzet van, ha politika képes jó helyzeteket teremteni, akkor elősegíti azt, hogy azok a közösségek valóban az értékeikkel úgy bánjanak, hogy az alkalmas legyen gyűjtésben, alkalmas legyen az átörökítésre is. Hatalmas lehetőség van ebben a népi mozgalomban. Ebből
érzékeltetem az értékfeltáró kollégiumok tapasztalatát, azért gondolják el, 4 esztendő alatt értékfeltáró kollégiumokból 24-et sikerült megszerveznünk. Több mint 1000 fiatal és helyi kutató vett ebben részt a Kárpát-medence 34 egyeteméről, főiskolájáról, és ezeket könyvalakban DVD melléklettel jelentettük meg, és folytatjuk ezt. Nagyon bízom abban, hogy egyre nagyobb számban tudjuk ezeket az értékfeltáró kollégiumokat működtetni. Tovább folytatódnak a vetélkedők, az iskolai vetélkedők. Most hirdetjük meg az általános iskolás 7. osztályos, 8. osztályos és 9. osztályos tanulók részére külön-külön a vetélkedőt. Éppen azt akarjuk elérni, amit már sikerült az elmúlt években, hogy több 1000 fiatal vesz részt az internetes próbálkozás segítségével, aztán különféle fordulók, majd pedig a lakiteleki döntőben. Meghirdettük, és ott van a kis tasakban a pályázati felhívás, amelyben a kisiskolások, általános iskolások és középiskolásokat szólítjuk meg. Mindegyik kezében már ott van a mobil, és elképesztően használják a kütyüt, ahogy mondják. Készítsenek filmet maximum 2 percben helyi értékről. Próbálkoztunk ezzel a vetélkedőkön, csodálatos munkák születtek. 12 éves, 13 éves fiatalok munkája. Próbáljuk ezt most, szeptember elején, szeptember végéig lehet jelentkezni, elküldeni a kis filmet, 2 perces kis filmet, hogy ezzel is olyan eszközt és olyan próbálkozást, lehetőséget adjunk, amelyben azok a fiatalok, akik egyébként igenis nem úgy rávehetők, érdeklődnek, csak helyzetet kell teremteni, sikerélményre lehetőséget kell teremteni. Nagyon bízom abban, hogy ez a konferencia, ez is hozzájárul ahhoz, hogy ismereteink bővüljenek. Én eléggé tartózkodó vagyok a tanácskozások, a konferenciák és más egyéb műfajokban. Tartózkodó vagyok, mert ezek inkább élő antológiák, szemelvények egy-egy területről. Nagyon gazdag a választék. Nagyon bízom abban, hogy azok, akik megszólalnak, azok adnak olyan ismereteket, amit haza tudunk vinni, és tudjuk ezt otthon hasznosítani. Köszönöm a figyelmüket, és köszönöm a munkájukat.